Ez a Warm Up Talks a a Launch Group és a Marketing Summit közös koprodukciója, hogy megnézzük az idei marketing trendeket és felkészüljünk az eseményre, hogy szeptember 11-én vár benneteket. Kovács András Péter a Telekom részéről, mint tartalom és marketing kommunikációs vezető. Szervusz, András! Hello! És ezen belül is szegmens kommunikáció? Ez Igen. a pontos területed? Ez nekem egy kicsit új, bár mostanában egyre több szervezetnél jelen van. Hogy lettél szegmens kommunikációs vezető? Három éve döntöttünk úgy a Telekomba, hogy elindítunk egy teljes körű vállalati transformációt. Ennek az volt a lényege, hogy az agilizálódás útjára lépjünk, és egy sokkal hatékonyabb kiszolgálást, és egy sokkal hatékonyabb fókuszáltabb működést hozzunk, aminek végül is a lényege az, hogy az emberek számára még relevánsabb és még gyorsabb válaszokat tudjunk adni. Ez egyébként az retrospektív egy egész jó döntésnek bizonyult. Látva, hogy a, még az agilis transformáció követően indult el ugye a COVID-válság, illetve a most a szomszédunkban dúló háború, tehát még pont időben elkezdtünk felkészülni erre a dologra és ennek az egész transformációnak az a lényeg, hogy egy sokkal gyorsabban reagáló, sokkal az emberekhez közelebb ülő szervezetet hozzunk létre, lebontsuk a silókat klasszikus multis lebontjuk véve, lebontsuk a hierarchiát, és felhatalmazott a, a saját felelős, önálló kisebb csoportokat hozzunk létre, ahol összedolgozik egyébként mindenféle tölt, a kiszolgálástól, a termékmarketingen keresztül a kommunikációig. És a szegmens marketing az a márka és kommunikációs igazgatóságon, vagy nálunk belső munkacímén a Brandcoms hubon belül három ilyen szegmens jött létre. Azonosítottunk három nagyon fontos társadalmi csoportot a társadalom szempontjából és a magyar telekom szempontjából, ezek a fiatalok, a kis és középvállalkozások és a család, és ez utóbbiért felelek én és a csapatom. Az azt jelenti, hogy mindent tudsz a családokról. Igen, nagyon sokat foglalkozunk a, a magyar családok helyzetével. Ö, folyamatosan nézzük a különböző kutatásokat, illetve beszélgetünk is családokkal. Nagyon fontos, hogy megértsük egyébként, hogy miben vannak a családok, milyen kihívásokkal állnak előttük, mire van szükségük egyébként, amire vagy már oldalról, vagy kommunikációs oldalról tudunk válaszokat adni. És igen, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon releváns kérdés. Hogy mi erre használjuk egyébként a márkatudásunkat, illetve a marketing tudásunkat, hogy minél közelebb hozzunk olyan tudásokat, olyan ismereteket, az adott szegmens, amiért felelünk így a családok, a kis és középvállalkozások és a fiatalok, amire egyébként hathatós kommunikációs, de még jobb esetben hathatósabb termékválaszokat tudunk adni. De nektek van talán a legnagyobb szent grál a kezetekben, hiszen ti tényleg mindent tudtok rólunk, különböző cellainformációk, stb. Ezek gondolom elérhetőek marketing szempontból a számotokra, hogy lekutassátok, hogy hova megyünk, mit csinálunk, mit nézünk, mennyit nézünk. Ez nagyon jól hangzik, de ez csak az FBI-nál van. De, de, nagyon őszintén kell erre azt válaszolom, hogy nincs így. Ugye minket is kötnek a GDPR és egyéb ilyen rendelkezések, tehát azok a felhasználói adatok, amivel egyébként rendelkezünk, mint digitális szolgáltató, azok egyébként nem elérhetőek számunkra egy napi munkában, tehát ezekből így maximum trend szinten tudunk indulni, például egy adott fesztivál, hogy mennyire sokan jönnek össze, és hogy leterhődik egy adott cella, vagy egy adott tartalmat hogyan fogyasztanak a különböző filmes platformjainkon keresztül, és így agregált adatokat, trendeket le tudunk húzni, de nyilván ilyen egyénre bontva, visszabontva a felhasználók ilyenekhez semmilyen hozzá a nincs. Szerencsére mondom magánemberként is. Na hát akkor valamit megerősítettünk, ami kicsit így teréng a levegőben, és akkor ezek szerintem igaz. Viszont akkor kérlek lekerül, hogy milyen stratégiák alapján próbáljátok felmérni azt, hogy, hogy mi kell a családoknak. Tehát tényleg, nem tudom, kérdői őket, te húzzátok fókuszcsoportba, vagy hogy hogyan indítjátok a marketinget még a mínusz egyedik lépésről. A mínusz egyedik lépés nekünk az mindig egy, ahogy az egyik kollégám nevezi, fantáziálgatásról szól. Próbálunk belehelyezkedni idővel előre azzal, hogy milyen helyzetek, milyen társadalmi összjátékok jönnek létre, és abban az adott milyen kihívások kihívásokkal fognak szembesülni. Tehát, hogy például, gyakorlati példára hozzak, mi gyakorlatilag ugye júniustól kezdve elkezdünk azzal foglalkozni, hogy az év vége milyen lesz a családok számára, hogyha a karácsony kapcsán beszélünk erről, akkor milyen nehézségekkel, vagy milyen örömökkel szembesülnek. Nyilván a nehézségek megérkeznek akár a rezsi, akár a bármiféle ilyen anyagi oldalról. Az örömök az, hogy összejöhet a család, de hogy ebből egyébként milyen feszültségek származnak. Ezt próbáljuk fantáziálgatni, így sokan összeülünk és beszélgetünk erről a házban. Tanulmányokat olvasunk, kutatókkal beszélgetünk, analitikai eszközöket vettünk be, nyilván social listeninget használunk, visszamenőleg megnézzük ezeket a trendeket, és próbáljuk megállapítani egyébként, hogy ebben az adott kontextusban mondjuk jelesül a karácsony, miféle választ tud adni egyébként egy marketing kommunikáció, és miféle választ tud adni egy telekom. Ezek az ötletek és kreatív megoldások, ezek mind így ebben az agilis szervezetben jönnek létre? Tehát ugye mondtad, hogy a társosztályokat is jobban bevonjátok, vagy olyan emberek, olyan ö, csapattagok elérhetőek, akik korábban nem voltak elérhetők mondjuk a hierarchiának köszönhetően. Tehát, hogy mennyi minden történik ott abban a 12 vagy 20 fős tárgyalóban? Abszolút a 20 festélját, azt megtöltjük, és pontosan nagyon sok társadalattal dolgozunk. Tehát amikor elindul ez a közös gondolkodás, akkor az első perctől kezdve ott ül velünk például a termékoldali kollega, aki jobban érti egyébként, hogy mi a terméknek a vízúja, vagy mi egyébként annak a, a megtérülése a vállalat számára, de nem ez az elsőleges szempont, de nyilván egy nagyon fontos szempont, hiszen ez egy. Ez egy for-profit cég, amiben ülök, tehát nyilvánvalóan azért nézzük a megtérülést is, de mi a hosszú távú megtérülésben hiszünk például, tehát a, úgy szeretnénk építkezni, hogy az a társadalom javára is válik. Ha a társadalom jobban boldogul, akkor nyilván a márkák, akik ebben vannak, jobban boldogulnak, ebben én is személyesen nagyon hiszek, de az első pillanatok kezdve egyébként bevonjuk nyilván ugyanúgy a, a kiszolgáló területeinket, tehát az, hogy az ügyfélszolgálataink milyennél előbb tudják, hogy mit tervezünk, az nagyon fontos, hiszen ők a first point of contact az emberek, ők találkoznak először, ők az arca a telekomnak. Ugyanilyen nagyon fontos nyilván a jogi környezet, a, ugye a, a telekommunikáció az egy viszonylag szabályozott szektor, na, nagyon sok szabályozásnak kell megfelelni, tehát a jogi csapatainkkal is együtt ülünk, és így próbáljuk őket kvázi érzékenyíteni és felkészíteni arra, hogy egyébként mire készülünk egy kommunikációs oldalon, mi az a leg jobb termékválasz, amit adhatunk, ezt hogyan tudjuk egyébként framingelni, vagy építeni a kommunikációval, és utána egyébként ez egy ilyen hosszú folyamat, amíg ezt iteráljuk, és nagyon sok minden történik házon belül, nagyon büszke vagyok arra a nagyon felkészült csapat, akivel együtt dolgozunk, de nyilván nem mehet minden a házban, ezért vannak remek ügynökségeink is, tehát én azt szoktam mondani, hogy ugyan mi 40-en vagyunk ezen a Brandcoms Hub nevű szervezetben, de az ügynökségeinken keresztül még van, vagy 100-150 kollégánk, akik így, kiterjesztetten így együtt gondolkodnak velünk, és így együtt valós meg dolgokat. És kifejezetten a hazai piaccal foglalkoztok? Kifejezetten a hazai piaccal foglalkozunk, ugyan fel, felgyorsult, megindult egyfajta együttműködés a Deutsche Telekom országain belül. Ennek egy, talán egy szép példája volt a két évvel ezelőtti karácsonyi kampányunk, ami az első ilyen Szintén transformációja volt a Deutsche Telekom kommunikációs hozzáállásának, hogy ez a koltai robert készült karácsonyi kampányunk volt, amit mi idehaza fejlesztettünk egy lokális ötletből, de egy belsős Deutsche telekom pályázatra, aminek az volt a célja, hogy csináljunk egy közös karácsonyi kampányt, és végül ez a karácsonyi kampány 9 Deutsche Telekom országban futott, tehát Magyarországon kívül még 8 másik Telekom országban került ugyanaz a film sugárzásra, és ez elindított egy ilyen újfajta kollaborációt a, a, a márkánkon belül, tehát a Telekom márkán, a Telekom ökoszisztémán belül. Most például van egy, egy, nemzetközi együttműködésünk ezen a nyáron, ahol a fiataloknak próbálunk minél több élményt adni, a fiatalok nyara, ennek van egy kiterjesztése, ugye a Telekomosok Fesztiválja, de ennek van egyébként egy nemzetközi DT és Dajcsa Telekomos lába is. Azt is mi adaptáltuk, hoztunk dokumentumfilmeket, egyéb ilyen dolgokat, hogy hogyan élnek fiatalok a különböző DT országokban, és ezeket is bemutatjuk, és igyekszünk ezt a fajta szinergiákat megtalálni az egész Telekom Footprinten belül, ami szerintem elég fantasztikus, tekintve, hogy a Telekom nem Vált a, a világ egyik legértékesebb márkájává, benne a top 20 legértékesebb globális márkában, és egyébként ezek között az egyetlen európai márka. Hát ennek innen is gratulálunk, hogy ehhez az elismeréshez. Mondjuk a Telekomot tényleg nem kell már bemutatni senkinek, mert nem kell márkaépítésre, Mint inkább ez a társadalmi felelősségvállás az, ami akkor ezek szerint az utája, miután a márka elért egy szinte maximális ismertséget, tehát hogy onnantól kezdődően az emberek elvárják, hogy hogy szóljon bele a társadalmi vagy bármiféle változásokba a hétköznapokban? Szerintem ez egy kicsit fordítva játszik. Nyilván van egy felelősség, tehát hogy annak ez, hogy elérsz egy ilyen pozíciót, akkor nagyon helyes, hogy ez felválasz egy felelősséget, és ennek megpróbálsz megfelelni, és a társadalom is igyekszel tenni, mint márka. De szerintem az is hozzájárul ahhoz, hogy egyébként a Telekom egy ennyire magasan elismert, nagyon magas értékű globális márkává vált, aminek egyébként szerintem a magyar operációnak is nagy köze van ehhez. A, az pedig az, hogy mi ö, egy négy öt évvel elindultunk még az agilis transformáció előtt ezen a, a purpose vezérelt megközelítéssel, amikor is azt kerestük, hogy egy márkának, mi a feladata a Tehát ez a purpose, a misszióvezérelt, az ügyvezérelt márkaépítés, ez arról szeretne szólni, hogy a márkák találnak olyan témákat, amiket egyébként hitelesen tudnak képviselni, és e köré rendezik nem csak a kommunikációs tevékenységüket, hanem tulajdonképpen a teljes üzletfejlesztési tevékenységüket. Tehát a purpose az nem csak egy kommunikációs framing, ez gyakran eltévesztődik, vagy elsikkad, de ami, ami fontos ebben, hogyha egy márka, és ez legyen kisebb vagy nagyon márka, nem minden márkának áll jól a purpose, ezt is mondjuk, de alapvetően az márka, aki egy purpose építő márkaként lép fel, az későbbiekben egyébként egy sokkal jobb növekedési traktusra is tud fellépni azáltal, hogy egyébként van véleménye. Az emberek tudnak hozzá valami értéket kötni, azzal vagy tudnak azonosulni, vagy el tudnak tőle fordulni, de mindenféleképpen elindul egy diskurzus. Ebben a mai világban a legnagyobb veszély, ami érhet egy márkát, az, ha apatikus, az, ha egyébként semmilyen érték nem kapcsolódik hozzá, ugyanis ezek a márkák általában a diszkontvezérelt irányból érkeznek, ami mindig egy nagyon rövid spirál, amit mindig az akció hajt, és a végén ugye megérkezünk abba, hogy már nem tudunk hova ráígérni. Mindig érkezik valaki, aki egy másik metodikával az árból rá tud ígérni, ez ezért egy ez veszélyes út, ha csak a diszkont megközelítést követjük. Nagyon fontos, hogy egy márkának legyen egy másik oldala is, ami pedig szeretne valamiféle értéket, emocionális kötődést adni az emberek felé, és nem csak funkcionális oldalról, nem csak az ár oldaláról kíván versenyezni, és kíván megfogalmazni egy pozíciót a társadalomban. Mégis milyen a szélszávaló kapcsolatotok, mert gondolom azért el kell adni, és azoknak a telefonoknak, meg szolgáltatásoknak van ára abszolút és ahogy mondtam is, egy, profitorientált vállalkozás vagyunk, tehát ezt, ezt, mindig el szoktam mondani, hogy jól hangzik ez a purpose dolog, de nyilván ez a purpose, purpose meg nem összekerendő a CSR-ral, amiről szintén az egy másik dolog. A sales való kapcsolatunk viszont kiváló, ugyanis a sales is felismerte azt, ideje korán jött velünk ezen az úton, hogy a, mi ugye egy hosszú távú elköteleződési üzletágban vagyunk. Tehát gyakorlatilag ugye a előfizetése, előfizetésed, ezt egy-két évre kötött. Tehát igazából nekünk egy hosszú távú top of mind everness, az emberek fejében való jelenlétet kell felépítenünk, és egy hosszú távú elköteleződést, egy emocionális értékkészletet kell építsünk. Ez viszont nem feltétlenül csak a diszkont logikával működik. Vannak olyan időszakok ebben a kereskedelmi szegmensben is, amik inkább ár vezéreltek. Ilyen például mondjuk a mindenki által ismert Black Friday időszak, ami ugye általában a technológiai időszakban akkor várjuk, hogy a különböző tech dolgok azok olcsóbbak lesznek. Mindenki arra kíván ugye karácsonyt, hogy vásárolhasson. De hosszú távon egyébként a sales az is drive hogy mi a, való, mi a márkákról alkotott vélemény, mi a márkákról alkotott kép, és az alapján választanak az emberek hosszú távon egy olyan szolgáltatást, ami ilyen havidíjas elköteleződés alapú, mint mondjuk a tele telekommunikációs előfizetés. Akkor lehet, hogy a ti területeteken is közelebb került a marketing, a sales és fordítva, tehát úgy elkezdett. Abszolút, és nagyon fontosnak gondolom, hogy miért értsük a sales ez a szányunk időt, hogy megértsük egyébként, hogy milyen számok kell hozni, milyen szám, a számok mögött mi áll, milyen teljesítmény áll, és azt is nagyon fontosnak gondolom, és ebben mi is teszünk energiát a mi csapatunk oldaláról, hogy a szélszert pedig megértessük azt, hogy mi a márkaépítésnek a hosszú távú víziója, és hova lépünk el ezzel, és ez miként támogatja egyébként az ő napi munkájukat, ami napi munkában valóban komoly számokat kell hozni, de azt gondolom, hogy ezzel a fajta hosszú távú muníció, amit egy ügyvezérelt vagy egy vállalat tud hozni, sokkal jobb szélszámokat is lehet építeni. Még egy kicsit visszogranik a vállalat, hogy laposabb szervezet lett, ugye így fogalmaztam, meg tényleg annyira lelkesen beszélsz erről az agilis transformációról, hogy ez csak Magyarországon jött létre, vagy ez is mondjuk Németországból vezérelt, több helyszínen ki lett próbálva, mert azért ugye hallani az utóbbi hetekben, években, hogy nagyon sok minden itt lett kipróbálva először, mint a például a négynapos munkait, hogy mennyire vagyunk mi tesztország, és mennyire van úgy szabad kezetek, hogy, hogy jól is élitek meg ezt az egészet. Mi nagyon jól éljük meg ezt a dolgot. Nekünk olyan szinten van szabad kezünk, hogy nem is tesztországként tekintünk magunkra, hanem pionírokként, hogy törjük itt az utat a, a belül. Bocsánat, sokkal jobb szavakat tudsz használni. E, e, abszolút, tudod, e. a, 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 büszkeségünk, a hazai büszkeségünk azért mi úgy tekintünk magunkra, mint egy, 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 Magyarországért elkötelezett magyar vállalat, aminek nyilván van német tulajdon része is, de nekünk a fontos az az, hogy itt Magyarországon mit tudunk tenni a márkánk fennmaradásáért, és így a társadalom boldogulásáért is. És egyébként ezek a kezdeményezések, amiket mondtál, akár az aggés transformáció, akár négy napos munkait, ezek abszolút lokális kezdeményezések. Sőt, az agris transformációt is a, a legjobb tudomásom szerint a magyar operáció kezdte el először, tehát mi a Magyar Telekomban kezdtük ezt el először. Nem német behatásra, hanem egyáltalán ez a mi vezérigazgatónk elképzelése volt, hogy kezdjünk el egy hatékonyabb szervezetet építeni, ami mondom csodálatosan beérett most ezzel kell a válságokkal, amiknek a korát éljük itt, hogy felkészültünk erre tulajdonképpen, egy felkészültebb szervezetként tudtuk ezeket a válságokat valamilyen szinten menedzselni, és később indul el, most azt látjuk, ez a transformáció a többi országban is, ahol egyébként szívesen hallgatják, hogy mi, mik a mi tapasztalataink. Tehát ebből, ebből a szempontból egy kicsit valóban tesznyulak is voltunk, de legalább itt tudjuk a mi hibáinkkal tanítani a többieket, és ez jó érzés. Csak hogy egy kicsit jobban megértsük ezt az agilis kifejezést, hogy milyen volt régen és milyen most az, ami a legnagyobb változás volt a legnagyobb változás szerintem ebben a adatán már utaltam, ez a fajta silósodott szervezet. Ugye a, a Telekom az sok elődmárkának az összevonásában jött létre, ugye a Telekom már elég régóta létezik, mint egy márka, de voltak ugye korábbi elődmárkáink a t tól a Matávtól, a Western keresztül, ami mindenféle t mobile keresztül, amik ugye különböző kultúrákat és különböző szervezeteket hoztak. Mindegyiknek volt egy kisebb újrahangolása egyébként, de hogy ezeket így vittük tovább a különböző szervezeti kultúrákat. Amikor létrejött az egységes Telekom ernyőmárka, akkor nyilván született egy egységes vezetés, meg egy egységes stratégia, de az, hogy egyébként ezt egy egységes összedolgozó csapatokként formáljuk, az még váratott magára, és ehhez kellett egy ilyen nagyfokú transformáció, mint amit az Agilis hoz, és ennek a, a, talán a legnagyobb előnye az valóban az, hogy a felhatalmazott csapatok, így, így hívjuk ezt az agilis, így adja meg, hogy a kisebb felhatalmazott csapatok, akik önállóan hozhatnak döntéseket és önállóan felelősek a, a teljesítményükért, azokban egyébként ilyen multifunkcionális csapatok jöttek létre. Tehát nem csak vagy tisztán kommunikációval, nem csak vagy tisztán termékfejlesztés van, nyilván ezeknek vannak külön szervezeti vezetési egységei, de sokkal inkább támogatja ez a fajta felépítés, az, hogy a szervezeten keresztül létrejön egy, egy olyan fokú kollaboráció, ami sokkal gyorsabb megvalósítást, implementációt tesz lehetővé, és egyébként sokkal gyorsabb és transzparensebb tudás átadást. És amit én még nagyon szeretek, és azt egyébként még élni kell, az az MVP mentalitás, ez a minimum viable productot jelenti, ez azt jelenti, hogy létrehozunk valamit, ami nem beta, hanem egy olyan dolog, ami teljes mértékben működik, de, de még tudjuk, hogy még, egyébként még végtelen sokat lehetne azzal foglalkozni, hogy tökéletes legyen. Tehát van a fejünkben egy elképzelett tökéletes állapot, és ez még nincs ott. De nem azt csináljuk egyébként, hogy folyamatosan tökéletesítgetjük, és nem adjuk ki az emberekhez, hogy az emberek interakcióba kerüljenek velem. ahogy van egy működő állapot, azt megosztjuk az emberekkel, és az emberek egyébként a visszajelzések alapján segítik azt, hogy ez hogyan lesz még jobb funkciókban, hogyan lehet egyébként milyen funkciókat érdemes fejleszteni, miért nem. Ez egyébként a kommunikációk bizonyos aspektusaiba, akár a social media aktivitásainkra is igaz, de egyébként egy csomó minden másra, a kiszolgálásunkra igaz, hogy így próbálunk ki dolgokat, hogy az emberek mire reagálnak jobban, mire nem. Tehát ilyen kisebb dolgokkal el lehet így indulni. Ugye a legnagyobb MVP, amit mindannyian használunk, az a Facebook, ami gyakorlatilag sosincs kész. Egy, valaki elér valamilyen funkciót, valaki nem ér el ilyen, valamilyen funkciót. Én például megőrülök, hogy a marketplace teljesen más, működik desktopon, mint mobilon a Facebookon, és sehol nem működik jól. De hogy állandóan az van, hogy, hogy a Facebook egy folyamatos iteráció megy keresztül, és azt nézi, hogy az adott funkciók mennyi működnek az embereknél, mennyire nem, és ahhoz képest fejlesztés. Szerintem ez a minimum viable product, ez egy nagyon fontos dolog ebben a világban, hogy gyorsan tudjunk válaszokat adni, még ha nem is a legtökéletesebb választ, és az, az emberek felhasználók reakcióiból menjünk el abba az irányba, ami a legtökéletesebb, mert nem biztos, amit mi elképzelünk, hogy az a legjobb akkor van ilyen szervezeti egység is, aki kifejezetten erre reagált, hogy ezt figyeli? Ez a mindenkinek a feladata, hogy az agilisban. Tehát az agilis megemeli ezt az egész elvárásrendszert, és, az, a, és ezt a felelősséget át is teszi az emberekre, hogy ezeket mindenki feleljen. Nem tudunk létrehozni külön szerzeteket erre, mert akkor visszajutunk oda, hogy vannak az őrzők, akik mindenki mást őriznek, ugye, és akkor visszajutunk megint ebbe a hierarchizált hogy hogy valakihez oda kell menni engedélyet. Itt ez az emberekre ró egyfajta extra terhet, vagy felelősséget. Szerintem a felelősség sosem tehet, hanem egy felhatalmazás is egyben tehát ez egy tök izgalmas dolog, hogyha az embernek van felelősség, egy inspiráló dolog. És igazából ezt a, kollégáktól várjuk el, hogy ezt a fajta mentalitást képviseljék a mindenfajta a területen, ahol ők dolgoznak. Jó, tehát akkor megfordulni tilos. Nem mondom, hogy tilos, de szerintem megfordulni csak az utolsó utáni pillanatban szükséges. Akkor haladjunk előre, a családokról beszéltünk. A családok mit gondolnak a Telekomról, mint márka? Vannak ilyen hívószavak, vagy ilyen gondolatfelhő, hashtag, óriás tenger? A családok számára a Telekom, és ezt elkezdtük mérni az utóbbi időben, tehát ezt egészen komoly adat, adathalmazza építve mondhatom, a családok számára a Telekom egy, egy megbízható, stabil márka, ami egyébként több jelét mutatja annak, hogy érti, hogy miben vannak, és gondoskodik róluk. És azért használom hogy ezt a több jelét mutatja, mert ez is szerintem egy nagyon fontos metrika, amit érdemes nekünk nézni. Tehát mi azt nézzük, hogy a családok tudnak-e úgy tekinteni a telekomra, mint egy megoldás, a, a különböző problémák tengerén. És ez a megoldás egyébként jöhet onnan, hogy megkönnyíti az életüket egyébként az eszközével, szolgáltatásaival, kitalál olyan dolgokat, amire nekik szükségük van, ugye MVP kicsit interakcióval kerül velük, illetve nyilván tud nekik olyan transzakcionális, gazdasági funkcionális előnyöket is adni, mint mondjuk olcsóbb az előfizetésük, ha, ha összeállnak jobban, vagy igényükre szabva tudnak egyébként optimalizálni a költségükön, talán ez egy jó szó, mert felismeri a, a ők milyen helyzetben vannak, és mire van valójában szükségük. És ha ezeket tudjuk egyébként a kiszolgálásban, meg a termékfejlesztésben hozni a jövőben is, akkor szerintem a mi a családokkal nagyon szuper. Mi nagyon sok energiát fektetünk abba egyébként, hogy a, a legfiatalabb generációtól a legidősebb generáción keresztül mindenki számára adjunk egyébként valamilyen támpontot, és megtaláljuk egyébként azt a hidat a legfiatalabb és a legidősebb generációk között is, hogy ők, ők tudjanak beszélni, és hogy a szendvics generáció, aki meg kivantéve annak, hogy a legfiatalabbakért is gondoskodni és felelős, és a legidősebbekért is ő gondoskodni kényszerül és felelős, hogy ne ő számukra megkönnyítsük az életet. Na és ebben én, én azt keresem és azt vizsgálom én és a csapatom és mindannyi, akik a szegmensért felelünk, hogy egyébként a telekomot mennyire azonosítják egy olyan gondoskodó márkaként, aki egyébként ezt meghallja és figyel és abban az pozitívan mondhatom, hogy jó, felismerik ezt az irányt, de nyilván ez az az út, ami nem, tehát ez egy nagyon hosszú út. Szerintem sose fogunk oda megérkezni, és egy folyamatos figyelmet, gondoskodást és törődést igényel, hogy minél jobb helyen legyünk a családok életében. Nem akarok a negatív irányba menni, de mi van akkor, hogyha tényleg valaki ilyen igazi héter, vagy nem tudom, hogy nagyon meg kell őt fordítani, vagy bármi, nem tudom, hogy ez erre képes, vagy ez feladatot, feladatotok -e? Szerintem uh, egy, egy, egy purpose márkát nem fog mindenki szeretni, ez is egy fontos dolog egyébként ebben. De az tök jó, ha valaki nagyon héter, mert ha ez kifejezi, akkor legalább van véleménye, és el lehet indulni egy, egy, egy diskurzuson. Nyilván nekünk az az ambíciónk, hogy minél több embernél rezonáljunk, mi azt szeretjük, hogyha ha például ilyen hételség kijön, akkor ez több irányból jöhet. Jöhet egyébként abból, hogy valaki nagyon elégedetlen a szolgáltatással, ilyen mindenkinél adódik, mindig. Tehát a Magyarországon, ezt szoktam mondani, hogy Magyarországon ugye nagyon áldott a mi helyzetünk a, a telekommunikációs szolgáltatások minőségét illetően. Nagyon sokat fejlesztett mind a három nagy telkó szolgáltató, nagyon korán ebbe az országba, rengeteget investált, európai és globális szinten is az egyik legjobb hálózat itt. Ugye ezt sose érezzük, mert ugye mindig elmegy a net, amikor éppen zunkolunk van, és ugye nem, az amúgy autópályán amúgy is kihagy. Külföldön akkor veszed észre, akkor nem amikor, érted, hogy miért Igen, igen amikor, amikor mész, akkor viszont nagyon érezhető, hogy ez a 4G az egyáltalán nem 4G. Például, tehát Londonban és Berlinben pokoli a, 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 a mobilnetnek a sebessége, de pokoli. Úgyhogy Berlinben egyébként az épületek nagy részében nem kúszik be a, a mobil internet, tehát a sima épületek, vagy a Londonban is tudjuk, hogy például az egész metróhálózat nincsen lefedve. Tehát, ugye vannak nagyobb hiányosságok nálunk, hogy úgy mondjam, gazdagabb városokban is. Na de ugye az egyik, ez a szolgáltatásbeli kérdés. Ezt nyilván ezt folyamatosan javítani és optimalizálni kell, és itt dolgozni kell azon, hogy preventív hibaelhárítást nyújtson a cég, megint az agilis transformáció lehetővé teszi, hogyha azonosítunk egy problémát, azonnal léphessünk, sőt, már ha a problémát, előbb léphessünk, mint az ember észreveszi a fogyasztónk ehhez kellett azt, hogy egy felhatalmazott csapatok legyenek, tudod, ne folyjon át végig ez az egész rendszer, hogy fú, ki fogja ezt jóvá hagyni, ki fogja engedni, ezt a csapat azért felelős, hogy az emberek oda jusson. A másik ilyen dolog, ami a kommunikációban esetleg kivált valami negatív érzést, ilyen is volt egyébként az utóbbi időben, hogy olyan kommunikációval jöttünk, ami nem mindenki számára volt tetszetős. Ettől sem kell elbújni, egyébként szerintem az tök jó, hogyha a kommunikáció kivált valamilyen érzést. Ugye mi reklámokat készítünk leginkább, de nem csak, ugye van egy majsa magyar nevű új kezdeményezésünk is, de hogy a reklámok kapcsán meg szerintem amúgy is egy akkora apátia van, tehát ha ki tudsz tűnni a reklám zajból, abban a reklám métejéből, amiben bekerülnek a, a, hirdetői anyagaid, akkor már szerintem jó úton jársz felé, hogy tudjad formálni a diskurzust, és akár a hétereket is legalább neutrálisba fordítsd. Remélem, hogy nagyon sok fan van, legalábbis a számok alapján több mint 900 ezer néző és 6,5 milliós organikus elérés a socialban. Valószínűleg, amikor már nézik a kedves Részfevőink ezt a videót, akkor már még több ez a szám, akkor beszéljünk irányomars erről a projektről. Ezt mi hívta életre, hol van ebben a társadalmi felelősségvállalás, hol vannak ebben a családok, a fiatalok és a KKV-k. Az egész Marsa vagy az ötletünk az onnan érkezett, hogy felismertük azt, hogy hogy a, abban a már hivatkozott válsághelyzetekben, amiben a társadalmak vannak, abban egyébként mennyire fontos az a kevés lehetőség is kikapcsolódni. Ez ugye egészen szélsőséges esetekig elmehet, tehát beszélhetünk akár az eszképizmusról, aminek ugye a játékipar az egyik legnagyobb lefölözője, tehát hogy ki akarok szakadni valahonnan, és el akarok tűnni egy másik univerzumban, nem akarom, hogy beszűrődjön a világnak az összes baja gondja, egy kis időre is, de hat kapcsolódjak ki. Ugye ez a kikapcsolódás a szórakoztatási vágy. Szerintem itt a márkáknak egyre nagyobb szerepe lesz, hogy ezt hogy ismerik fel, és hogyan szolgálják ki. A másik az, hogy a reklámozói térnek a zaj hogyan lehet egyébként menedzselni? Hogyan tudunk kitűnni abból a, a, abból a reklámozói blogból, amiben TV-spotokkal belekerülünk? Ide is kell valami újfajta gyakorlat. És azt vizsgáltuk, hogyha létrehozunk egyébként egy önálló jogán szórakoztató tartalmat, ez egyrészt az embereknek igyekszünk megfelelni abbéli vágyának, hogy kikapcsolódást nyújtsunk, másfelől pedig igazából jutalmaznánk is őket azáltal, hogy a reklámblokkokban valami figyelmet tanúsítanak irántunk, azzal, hogy a reklámjainkat nem egy ilyen szélszfókusz, hanem egy ilyen szórakoztató fókuszvá fókuszúvá varázsoljuk. Ebben, hogy egy reklám szórakoztató, nem mi vagyunk az elsők, tehát vannak próbálkozások jobbak, rosszabbak, hogy szórakoztató reklámok készüljenek ide haza. A humor az egy tök fontos dolog a válságos helyzetekben, ezt is így tanulmányokból, kutatásokból, pszichológiai anyagokból, társadalmi vizsgálatokból látjuk, hogy a humor az egy, az egy jó meg megküzdési mechanizmus arra, amiben vagyunk. Nyilván ezt is egyébként fontos az empátia, szerintem az a legfontosabb egyébként, hogy empatikusan kezeljünk minden ilyen helyzetet, de a, a humornak a használatát egyébként minden kedves hallgatót hívok arra, hogy, hogy a humor eszközéhez nyúlni egyébként a reklámjainkban, merjünk valamilyenek lenni a reklámjainkban, és akkor ebből az ambícióból született az elképzelés, hogy olyan még így nem volt, hogy egy márka kitaláljon egy univerzumot, és találkoztunk egy alkotó hármassal, a Kálmáncai Zoli Végzsolt és Stefanovics Angéla hármassal, illetve a KMH Films, KMH Filmszell, a Pusztai Ferenc vezetésével, akik megkerestek minket egyébként egy sorozat koncepció ötletével és valahogy éreztük, hogy ebben a sorozat koncepcióban van sok minden izgalmas, és leültünk egymásra beszélgetni, és egy ilyen hosszú, közös alkotói folyamat indult el. Tehát itt egyébként mi nem szponzorként vettünk részt, hanem alkotóként. Ezt az első perctől kezdve kértük, hogy mi akkor ebbe bejönni, ha teljes jogon vehetünk részt a teljes folyamatban. Nyilván ez az volt urak és hölgy sokkal tapasztaltabb szakember egyébként ebben a szakmában, tehát nem azt mondom, hogy mi ezt hirtelen tudtuk, és tudtuk, hogy mit kell csinálni, de szerettük volna megtanulni velük, és szerettük volna egyébként a saját elképzeléseinket és a szegmenseinkre alkotott tudást behozni ebbe a dologba, és így született meg ez a Marsa Magyar Univerzum, amiben létrejött ez a sorozat, illetve létrejöttek ebből a reklámok és a hivatkozott social media tartalmak, és ennek talán az a szépsége, hogy mind a, a, a sorozatnak az eddig megjelent hét epizódja, de hamarosan érkezik újabb, meg mind a social a, az organikusan elért hat és millió embere, ezek nem reklámtartalmak, ezek önmagában szórakoztató tartalmak, amik ebben az univerzumban mozognak. És erre épült rá még a reklámozói terünk, amivel meg azt szerettük volna, hogy a reklámink egy kicsit legyenek másmilyen ebben, kikacsintanak a sorozatra, de önmagukban is élvezhetőek, és nyilván így a teljes egészének van egy olyan kiterjesztés, hogy az emberek rengeteg touchpointon, rengeteg felten, rengeteg média típuson tudnak találkozni, egy jó, jó minőségű szórakoztató tartalommal, ami egyébként a digitalizációnak egy ilyen újfajta oldalát is mutatja meg, mert az egészen nyilvánvalóan az volt az ambíciónk, hogy a Telekomot próbáljuk egy picit megoldásként behozni az emberek életébe. Több mint 80 olyan általunk jóságnak hívott dolgot szedtünk össze, amit a Telekom nyújt az ügyfelei számára, ami benne van az előfizetés, nem feltétlenül tudnak róla, és ezt szerettük olyan, hogy ezt picit jobban megismerjék, és használják egyébként. Tehát tulajdonképpen mi létrehoztunk egy olyan dolgot, ami azt mutatja, hogy how to hack Telekom, hogy te nyugodtan csavarják ki még többet az előfizetéseidből, kedves ügyfelünk, használt ki, ami benne van, használt ki az extra kedvezményeket, igénybe az extra feltöltési bónuszokat, Menj el a, a, a különböző élményprogramjainkra. Tehát ezeket mi mind nyújtjuk neked, de sokan nem tudnak róla. És ez egy tök fontos dolog, hogy egy, egy olyan nagy presztízsű és egyébként piacvezető vállalat, mint a Telekom, ezt is képes nyújtani az ügyfeleinek, és most szeretne erről beszélni velük, hogy ezt egyébként mi adjuk nektek, kedves ügyfeleink, vegyétek igénybe. Nekem csak egy kérdésem, hogy ez megy majd kifelé, úgy értem, hogy külföldre a társfeladatokhoz? Van érdeklődés iránta, igen abszolút van érdeklődés iránta, ez is talán egy olyan, olyan dolog lehet, amit elsőként indítottunk el, mert az a fajta média logika, amit itt elindítottunk, ez, amit mondtam, ez a, a sorozat, a social és a reklám kölcsönhatása, ez lehet olyan érdekes, amely egyébként egy ilyen újfajta média menedzsmentet hoz. Arról nem is beszélve, hogy szerintem az a tartalom fogyasztási vágy és ez a felgyorsult tartom fogyasztás és tartom gyártás, ami van, az szinte fenntarthatatlan mindenki számára, tehát a streaming gyártók számára, de egyébként a lineáris tévégyártók számára, hogy mindenki számára, tehát ennyi tartalmat nem lehet csinálni, ennyi inventorit nem lehet csinálni. Tehát így igazából a márkáknak szerintem lesz itt egyébként szerepe, hogy belépjenek ebbe a térbe, akár kokreátorként, akár jobban szponzorként, és több olyan márkázottabb tartalmi olyan létre, ami egyébként úgy jön létre, hogy a márka is kiveszi belőle, ami neki fontos üzenet, de egyébként meg önállóan, önálló jogán is megélő tartalom bár nem közvetlenül hozzá tartozik, mert ugye azt mondod, hogy a fiatalok az a nem, nem a teszegmenset, viszont én találkoztam a Telekomosok Fesztiváljával az idei szezonban. Erről mindenféleképpen meséljünk, mert ez egy ilyen jó két hónapig tartó, ingyenes, hát nem is tudom, élmény folyamat. Én egy elhagyatott hotelben bulisztam, illetve Pécset volt egy fényfestés, és Éjj. a valami fesztivállal bározamosan. Tehát, hogy ilyen nagyon exkluzív, nagyon nem világi, nagyon nem bármikor elérhető programokat kínálnak, ami szerintem eléggé egy behúzó erő, még úgyis, hogy Budapestről lemész Pécsre, vagy lemész mondjuk a Balatonra. Abszolút. Örülök, hogy voltál ezeken az eseményeken. Ami, ami életre hívta ezt a koncepciót, az az, hogy minél több ember számára megkönnyítsük egyébként a kikapcsolódáshoz való lehetőséget. Ez kb. ebből a szempontból hasonló helyen mozog, mint a Marsa Magyar. Felismertük azt, hogy a fesztiválokra egyébként a kikapcsolódásra nagy igény van, de ugye vannak anyagi kihívások mindenki előtt, főleg a fiatalok előtt. Tegyük számukra lehető az, hogy helyben, ahol ők vannak, vigyünk oda olyan kikapcsolódási lehetőséget, ami magas minőségű, fesztivál minőségű alkalom, ahol találkozhatnak, ahol összejöhetnek, és egyébként ezt a Telekom katalizálja, megszervezi, kitalálja ide az egyedi programokat, és nagyon fontos ebben, hogy ez most nem főváros központú, a fővárosban is zajlanak ilyen események, zajlottak, ott indultunk el a hármas Hegyen illetve lesznek még események a nyár során, de a célunk ezzel az volt, hogy országos lefedést biztosítsunk el, és többféle módon, akár egyébként szúppal a Tiszatavon, akár a fényfestéssel a Pécset, megmutassuk egyébként azt, hogy milyen változatos kikapcsolódási lehetőségek vannak, és ezt tulajdonképpen minden telekomos számára, sőt a telekomosok barátai számára is elérhetővé tettük, teljesen ingyenesen, itt megint csak annyi volt a célunk, hogy felismerve azt, hogy az embereknek mire van szüksége, megoldásként legyünk ott, akik egy picit megkönnyítik a hétköznapokat. Nem mondom, hogy nem lett ilyen, tudom, mint a Simző, ilyen plusz jelek a Telekom mellett, amikor így bemehetünk. De viccet félretéve, tehát ez a hosszú távú elköteleződéshez, vagy a lábbrendséghez járó hozzá, vagy mit vártok tőlem? Abszolút. Szerintem ezek, ezek fontos lépések abban, hogy ezt, hogyha egy ilyen piacvezető márkaként vagyunk jelen a társadalomban, akkor vissza is adjunk a társadalomnak, és kialakítsuk egy olyan viszonyt a fiatalokkal, amiben a fiatalok azt érzik, hogy mi mellettük állunk. Ugye van ez a kikapcsolódás oldal a dolgoknak a Telekomosok Fesztiváljával, ami egész nyáron tart, de van nekünk a hosszú távú craft programunk, aminek van egy fizikai helyszíne, szintén nem a fővárosban, hanem Debrecenben, ami tulajdonképpen egy alkotóközpont, egy volt Telekom infrastruktúrába átalakított, teljesen fiatalokra szabott kísérletező műhely, a mindenféle videó stúdió, podcast stúdió, mix a stúdió áll a fiatalok különböző digitális eszközökkel próbálják, hogy miben tehetségesek, meg a craft szellemiség, ami egy ilyen mentorálásról szól, ami arról szól, hogy a fiatalok álljanak össze, dolgozzanak össze, és mi hozzanak egy projektet, és mi ez mentorálást biztosítunk és segítünk végigvinni. Tehát szerintem az egy fontos dolog, hogy, hogy, a fiatalok számára több lehetőséget biztosítsunk arra, hogyha ők úgy érzik, hogy van náluk ötlet, van a kezükben valami, ami közel visz minket a megoldáshoz, a társadalmi kihívásainkhoz, akkor legyenek márkák, akik ezt a felkorolják. Ezt önmagában a Telekom nem lesz képes egyedül elvinni, tehát itt is a kedves hallgatókhoz szólok, hogy egyébként szerintem ez egy olyan kísérletező platform, ami egyébként egy hosszú távú elköteleződéshez is vezethet a fiatalokkal, amiben érdemes beszállni, érdemes investálni, és érdemes a fiatalokat helyzetbe hozni. Mi egyébként még családi szegmensben is ezt próbáljuk elérni a legkisebb eszközeinkkel, hogy a fiatalok hogyan tudnak megoldást hozni a család kihívásaira direkt fejlesztünk olyan kommunikációt, olyan programokat, amiben a fiatalokat hívjuk be, hogy akár tanítsák a nagyit jobban, hozzák az ő digitális tudásukat, az idősebbek adják az ő tapasztalatukat, és ebből egyébként elég érdekes mixek tudnak születni a készségből és a tudásból, ha összeáll, abból egyébként születhetnek új megoldások. Érdekes ez a kérdés, amit felteszek, de a család kihívásai között benne van-e a túlzott képernyő használat? A tegnapi nap folyamán láttam egy videót a neten, ahol egy ilyen kettő vagy három éves kisgyerek alszik, és így scrollol álmában a kezével, mint amikor a képen görgetjük. Ez egy kihívás, ugyanakkor ilyen telekomos szolgáltatásokat értékesítetek, telefonokat értékesítetek, szóval a kettőt hogyan lehet jól mérlegelni? Szerintem ez, ez, egy, ez egy, alapvető emberi felelősség ez a kérdés. A WHO-nak megvannak a szabályozásai erre egyébként, hogy hány éves nem adunk a gyerek kezébe okos eszközt, ez azt hiszem, hogy három, de lehet, hogy öt, most lehet, hogy ebben nem vagyok pontos, de mi bőven e fölé egyébként a kommunikációnkban. Tehát szerintem az tök fontos, hogy teremtsük meg a gyerekeknek azt a zárt vagy biztonságos teret, amikor még nem a képernyőn keresztül érdik őket impulzusok, de teremtsük meg azokat a digitális lehetőségeket, amivel a szülők egyébként mondjuk még teljesebbé tudnak tenni egy mesélést, mondjuk okos eszközökkel, okos izzókkal, bármilyen. Nem szükséges ez, ettől is a tökéletesen jól lehet mesélni a gyerekeknek analóg módon. Tehát nem azt mondom, hogy ez az új piacunk, amire szeretnénk betörni, hogy minél több digitális kiegészítőt adjunk az esti meséhez, de ha szeretnénk ebbe az irányba elmondani, akkor inkább azt mondanám, hogy itt vannak egyébként lehetőségek. Szerintem a, a képernyő függőség egy nagyon komoly veszély, és ez tök jó, ha azt felismerjük, és teszünk ellene. Mi egyébként több olyan programot is életre hívtunk a korábbi aktivitásaink során az elmúlt években, amikor ezt céloztuk mind a, a, fiatalok oldaláról, mind a szülők oldaláról is, amikor a szülőket meg arra edukáltuk, hogy mennyire érdemes posztolni a nagyon kiskorú gyerekekről a különböző social media csatornákra, spoiler lehet nem annyira. Tehát, hogy mi igazából azt szeretnénk, hogy itt egy közös felelősség legyen, és ebből mi szeretnénk minden muníciót megadni a szülők számára, hogy ne a képernyő átadásával ö, nyerjenek akár perceket a gyerekekkel közösen, vagy nyugodtabbakat, ez egy könnyű módszer, nem a akarok beleszólni, semmilyen parenting dolgok, nem akarunk márkaként megoldani, de hogy az biztos, hogy mi nem kereskedelmi, tehát kereskedelmi, mi nem fogunk olyan ajánlatokat fejleszteni, ami a kiskorúakat célozza, és nekik akarnánk eladni bármit. A leginkább a kiskorúakra fejlesztett megoldásunkat is a 8 éves kortól, a, vagy 6 éves kortól a gyerek okos óra, ami egy trekkel megoldással bír, egyébként úgy működik, mint egy sima óra, de lehet rajta felhívni a gyermeket, és tudjuk, hogy hol van. Tehát igazából ilyen hasznosságok oldaláról érkeznénk meg ebbe, és nem fejlesztenénk olyan megoldásokat, amik függőséget okoznak ebbe a korban. Na hát most akkor a vállalatot és a marketing egy részét magunk mögött hagyva, az érdekel engem, hogy te hogy töltöttetsz fel, hogyan inspirálod, honnan van ennyi energiát, és hogyan tudod ezt így ilyen mértékben kiadni. Hát ezek nagyon ilyen közhelyes dolgok lesznek, de működnek egyébként. Hát én, 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 nagyon szeretek elveszni bármilyen városban sétálva, és elveszni az épületek felnézőt. Tehát ha felnézünk, és nem a képernyőt nézzük, hanem felnézünk az épületekre, akkor egy, egy csodálatosan meg lehet nyugodni, és egy ilyen historikus dolgot lehet így megélni, hogy hol vagyunk ebben. Nekünk van a, a feleségemmel tegnap előtt házasodtam meg, és mondjuk ki ezt a szót, hogy a feleségem. A feleségemmel van egy közös kutyánk is, amivel viszont nagy sétákra nyílik lehetőség így közösen. Tehát ez is egy tök jó dolog, én a Budai hegyekben lakom, és ott egyébként szinte végtelen a természetben járás lehetősége, úgyhogy ez szuper. Egyébként pedig az utazást tudom még így kiemelni, mint egy ilyen elképesztő jó dolog és a különböző kulturális intézmények látogatását. Én, én még nagyon-nagyon régen Londonban művészettörténészként diplomáztam, és ennyi megmaradt nekem, hogy a különböző kiállításokra nagyon szeretek járni. Ide az a sajnos kevés jutottam el, de külföldön mindig mindenféle kiállítást azonnal meg kell, hogy tekintsek, és egyszerűen például a nagy olajfestményekkel teli termeknek az illata, az egy nagyon sajátos illat, ez engem olyan szinten lekapcsol, hogy azt én nagyon szeretek hogy elmélázni. Ez érdekes. Viszont szóval akkor most fordítanék egyet rajta, mi van, amikor kiszakad belőle az a rengeteg információ, ami végül összegyűlt. Most a legutóbb ugye készül egy trendbook, ami ha minden igaz a marketing számítán fog debütálni. Ez a projekt mi pontosan, és ebben milyen részed volt? Ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, ezt Bányi Zsófő hívta össze a Marketing Szövetségen belül, az ő ötleteiből jött létre, és nagyon szívesen csatlakoztunk hozzá jó páran társzerkesztőnek. Az elképzelés az az, hogy hozzunk létre egy olyan kord dokumentumot, ami elmondja, hogy hol tart most a hazai marketing szakma, és talán adjunk egy kitekintést is, hogy mi az ambíciónk az elkövetkező két-három évre. Tehát szeretnénk egy olyan a szakmában aktívan résztvevő közeműködéssel létrehozni egy olyan tudástárat, ami megfogalmazza azokat a kihívásokat és fogalmakat, amiben mosolyunk és erre ad, egy közérthető definíció. Tehát ez nem csak szakmabelieknek, hanem a szakmaiánt aspirálóknak is talán nyújthat egy ilyen kézzelfogható elindulást. És a, a fejezet, amit én szerkesztettem, ami a márkaépítés új irányairól szól, abban kifejezett ambícióm is volt, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy mi a mostani állapot, az eziz állapot, hanem próbáljunk megfogalmazni egy ilyen dolgot, hogy hova kéne a márkáknak eljutnia a következő két-három-öt év távlatában, így közösen, ami egyébként a társadalmak javát szolgálná. A közösen az mit jelent? A közösen alatt azt értem, hogy így mindannyian, akik marketing, kommunikáció, márka kommunikáció foglalkozunk ebben, szerintem mindannyiunknak van egy felszerje, mindannyian ki tudjuk belőle venni azt, hogy valamivel hozzájáruljunk az, hogy ez a társadalom jobban boldoguljon. Mert ha a társadalom jobban boldogul, még egyszer, akkor igazából a márkáink is jobban boldogulnak, amik ebben, van, amik ebben a társadalomban léteznek. Akkor nem lesz ilyen IKEA, Telekom, Samsung, bármi együttműködés, így ilyet Én nagyon szeretem, egyébként vannak együttműködés, jó a kérdés, én nagyon szeretem az együttműködéseket, a Samsung a az együttműködés, az ikea pedig mélységesen magasan felnézünk, mélységesen magasan mélységek és magasságok. Tehát nagyon tiszteljük az IKEA minden munkásságet, és abszolút nyitottak vagyunk a márka kollaborációkra. Az is szerintem a jövőnek egy ilyen érdekessége, hogy hogyan tudnak nagy márkák hasonló értékek mentén összefogni bizonyos társadalmi kihívások megválaszolásában. Ha még valaki nincs túl az agilis transformáción a szervezetében, viszont nagyon szeretne odafigyelni úgy a marketing trendekre, hogy valamit a saját csapatán belül egy kicsit jobban csináljon, mi legyen az az első lépés, ami felé induljon el még ebben az évben? Hát most az a hogy ezt most újra meg adjam meg másoknak, vagy, 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 hogy hogyan hogy csináljam, de hogy alapvetően szerintem, ami, ami talán a közös érdekünk, és ezt, ezt a tippet ingyen is adhatom, az az, hogy a figyeljünk oda, abból a társadalomra, amire vagyunk. Ezt nem lehet elég hangsúlyozni. És ez nem feltétlenül jön a fókuszcsoportokból. Ne a fókuszcsoportokból próbáljuk megérteni a társadalmat, amiben vagyunk. Nem a kutató kollégák ellen szólok, a fókuszcsoportoknak is van helye, de ne abból építsünk egyébként képet arról, hogy mi a helyzet ebben a világban, vagy ebben az országban, hogy, hogy összehívunk tíz embert, és megpróbáljuk ott kifogatni őket egy detektív tükör mögül. Menjünk el minél több helyre, járjunk tömegközlekedéssel, beszélgessünk nagyon okos emberekkel, társadalomtudósokkal, szociális munkásokkal, térképezzük fel egyébként, hogy mi, mi a helyzet ezzel a társadalommal, és próbáljunk egyébként nem elmenni a társadalom amikor reklámkommunikációt fejlesztünk, mert úgy gondolom, hogy ez egy ilyen hanyag hozzáállás, hogy nem akarjuk megérteni, vagyunk, csak ki akarjuk pipálni a média leadásainkat. Tehát, ha minél több olyan dolog születik, ami jobban a társadalom igényei ad választ, ami relevánsabb a helyzetben, mi vagyunk, az egy sokkal minőségibb reklámblokkot is fog eredményezni szerintem a tévében meg egy sokkal boldogabb társadalmat is, és, ahogy mindig mondtam, egy sokkal boldogabb márkát is. Az díjas további konzultációkat pedig szeptember 11-én lehet a Marketing summit Kovács András Péterrel egyeztetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk a beszélgetésben. Köszönöm szépen.